Hölgyeim és uraim, a Hip Hop Boys köszöntöm nagy nagy szeretetét a Privát Sztoriban. Sziasztok, már másodízben jártok nálunk. Meg hát másodízben a Super Bowl-ban is a régi dalokkal. Annak idején egyébként ti voltatok Lajcsinál? Igen. Volt, az előbb műsorokban? Persze. Minden műsorában voltunk, hála Istennek megkaptuk ezt a megtiszteltetést, és hát nem csak régi dalokkal voltunk, mert az új naptárral is voltunk. De aztán a múltkor is előadtátok. Igen, igen. De ez még mindig új. Az a furcsa benne, hogy itt mutatkozik meg, hogy ez a rock and roll, swinges, bebop, dubapos világ, ez örök. Tehát ez bármivel mixeli az ember, ez mindig közel lesz az ember, emberek szívéhez. Nem volt még ilyen dalotok, ugye? Én néztem ott. Nem, az egyetlen, amilyen ilyen crossover műfaj volt, az a My Fair Lady feldolgozásunk volt, de ilyesmi swinges nem volt. Remix készült Ragadomból annak idején. Igen, 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 a kis lemezen rajta. Igen, az ilyen swinges hip-hop volt, az talán még ott jazzongoráztam benne, de ilyesmi nem volt. Az általában két évente mindig kísérletezünk egy-két ilyen újdonsággal. Tehát 15 év is egy ilyen történet volt, tehát az is csak egy egyszeri alkalomra és egy meglepő fordulat. Nem, nem. Nem is lesz? A 15 évnek, vagy pedig a... Nem, mi szeretünk kalandozni. Nem, ilyen 30 év az most aktuális. 33, igen. Nem tudjuk még. Tehát egy csomó minden benne van a csapatban szerintem, különböző irányzatok. Tehát mindig is, tehát hogyha megnézzük visszafelé menetbe a különböző albumokat, mindig szerettünk így csatangolni így a zenei stílusokban. Egyébként a 15 év az egy dologra nagyon jó volt. Azt hiszem, mi voltunk az elsők, akik ilyen idézőjelbe szókimondó szöveget írtunk. Hát emlékszel te is arra a korszakra, amikor elkezdődött a ronda beszéd, ugye Eddie Murphy hozta be, hogy az anyját, és akkor ezzel röhögött az egész mozi, hogy csúnyán beszél. Gyakorlatilag poén nem is volt, csak azon röhögtünk, hogy csúnyán beszél. Hát változik a világ. De a hip-hop az nem beszél csúnyán. Nem. Nem, csak szépen. Jó példát mutatom. Na, azon gondolkodtam, amikor megtudtam, hogy újra jöttök hozzánk a Privát Sztoriba, hogy mennyit változott azóta a világ. Arról beszélgettünk a múltkor, hogy ti mennyit változtatok. A közönség mennyit változott. Tehát például az a nagy rajongás, ami annak idején volt, hogy abszolút tini bálványok voltatok, tehát a férfiak, tehát a lányoknak a férfiak megtestesítőjét a Hip Hop Boys jelentette annak idején. Most mi van ezzel? Mit láttok a fellépések után? Csak egy mondatot hadd mondjak. Én azt mondom, hogy mi életérzést adtunk akkor is, amivel tudtak azonosulni, tehát ezt a férfi bálvány dolgot azért... Ifjúsági magazinokból néztem. Igen, szóval bocs, de persze, tehát ez egy út volt, egy folyamat volt, ami beérett egy bizonyos időszakba, amikor pont ez a férfi bálványozás és ez a tini csapatok, majd sztár csapatok, fiú csapatok imidzsá generálódott úgymond a hip-hop boys-ra, pedig abszolút nem így indult az egész történet. És most is visszatérve, tehát arra, tehát most is haladunk egy úton, azt nyújtjuk, amit mindig is nyújtottunk, tehát a legtöbbet, a legmaximálisabbat show-t csinálunk a színpadon, és ez tetszik ugyanúgy az embereknek, tehát ugyanúgy a fiataloknak, tehát léptünk már fel olyan tini buliba is, ahol 10 évesek voltak, tehát ilyen 10-8 éves gyerekek. Akiknek új volt. Akiknek új volt a csapat, és mégis felelékos siker volt, tehát többször is visszatapsoltak. Kérdésedre válaszolva, mond. Egyébként roppant egyszerű, nagyon sokat változott a világ. Nagyon sok lett a körítés, lényegesen szélesebb, mint például amikor mi abba hagytuk, akkor indult el az első bulvár sajtó, az első újsággal, azóta ez nagyon-nagyon kinőtte magát, véleményem szerint egy kicsit túlzottan is. De hogyha ezt az egészet lecsupaszítjuk, akkor nagyon egyszerű a szituáció. Vannak emberek, akik szórakozni kívánnak, és vannak szórakoztatók. Mi szórakoztatók vagyunk, ezt maximálisan próbáljuk csinálni, próbálunk egy jó show-t nyújtani, és az embereknek ez tetszik. És még hogyha fiatalokhoz megyünk, akik esetleg csak hallomásból, vagy nem ismerik a dalokat, meglátják Relaxant fejen forogni, ugye ott van a rutin mögöttünk, hogy kell hangulatot csinálni, és az emberek egyszerűen jól érzik magukat. És amíg ők jól érzik magukat a színpad másik oldalán, addig ezt érdemes csinálni, mert rengeteg szeretetet kapunk. És ez a lényeg. Egyébként a kérdésedre válaszolva, a közönség a színpadról nézve semmit nem változott, ugyanazt szeretné kapni a pénzért, idézőjelben szórakozást. És az embernek, az előadó művésznek arra kell törekednie, hogy amikor kimegy a színpadra, akkor igenis minőségi szórakozást tudjon nyújtani, el tudja felettetni a hétköznapi gondokat azért a pénzért, amiért ő eljött szórakozni, tehát, vagy azért az időért, hogy érted. Tehát ilyen szempontból semmit nem változott a közönség. Hangosan jó! Megyei srác volt, és nem egy nagy menő. Lézengett a téren, előtt nem állt nagy jövő. Felköltött
mindenkit felkavar. Ez fordult itt a hullámot, mindenkit igazán bezsongott. Lerakod a kezed, csavarod a tested az ertrekkel, majd bevégzed. Hát a törkés, majd helikopter, igen, flip-flakkal igény sem befejezel. Itt jön a robot, feszíted a gyomrot, csak gyakorolni kell, meglátod. Most egy hullám vár, ez egy hullám tár. Bocsi, mondtál az előbb valamit a bulvársajtóról, a sztorira gondoltál? Akkor, amikor... Ha így kimondhatjuk, ha jól tudom, ez volt az vagyunk, első magazin. Igen, ez volt az első magazin, és emlékszem, még egy testvéremnek egy barátja ott volt, mint fotóriporter, és nagyon kért minket, és talán ott az volt talán az első ilyen igazi bulvársajtó, ahol mi szerepeltünk. Mivel? Fú, nem emlékszem, milyen, valami fogadással kapcsolatos cikk volt, azt hiszem valami fogadáson megjelentünk, de ez még a nagyon első számokban volt. Én azt nagyon sajnálom egyébként, hogyha itt a bulvárnál tartunk, hogy azért régebben nekünk a sikereinket, akár a külföldi, akár a belföldi sikereinket, a bulvár sajtó, amit én nem neveznék bulvárnak, mert akkor az nem azt jelentette, mint most, azért számot adott, hírt adott, de hírt adott más emberek értékes dolgairól is. Tehát én megértem azt, hogy a trutymóra is szükség van, meg az emberek szívesen vájkálnak mások trutymó magánéletébe, tehát az olyan szintű mélységben, ami már olyan kicsit oda. De azt nagyon sajnálom, hogy viszont pillanatnyilag nem tudom, hogy a fesztiválzenekar mi van, vagy hogy a kocsiség hol, mit értek el. Szóval úgy nem nagyon kapok teljes betekintést a bulvárba, csak egy kicsit a negatív oldaláról. Ez az egy kis észrevételemben. Nem csak ti változtatok azóta, nem csak a zeneipar változott, hanem maga a show business is, az a bulvár. Tehát ma már az, ha megjelenik egy új lemez, az nem hír. Ezt is szörnyű kimondani, de így van. Ti is ezt tapasztaljátok? Nézd, én akkor most producerként vagy lemez kiadóként foglalok állást. Pillanatnyilag a magyar, de akár fogalmazhatok az össz pop lemez, de így átlagosan nincs értéke, tehát elértéktelenül lett. Nem érdemes lemez kiadni? Ez a műfaj nem ér meg annyi pénzt, amennyit kérnek érte. És ez most kicsit ellentmondásos, mert mi is készítünk lemezeket, és szeretnénk, hogyha megvennék az emberek, de én azt gondolom, hogy én, mint vásárló, vagy én, mint producer, vagy lemezkiadó, úgy gondolom, hogy a popzenét hosszú évek alatt tönkretették, elértéktelenedett a műfaj. Nézzük csak meg, hogyha az Andrea Bocelli kiad egy lemezt, nem kell hozzá reklám, azonnal elmegy nagyon-nagyon-nagyon sok millió. Eredeti példány. Nem kell letölteni, nem lopják el. A popzene az egyszerűen már nem nagyon-nagyon-nagyon nehezen tud értéket képviselni, és értéket átvinni, és ezt az emberek érzik, és azért nem vesznek lemezt. Ennyi az egész. De ez egy vidám műsor, azért dobjuk. Nem baj, lehet mindenről beszélget, majd voltunk már vidámak, meg majd leszünk is. Okay. Amikor megjelent az újra töltve albumotok, igen, akkor hányan adtak hírt róla? Erről, tehát ennyi, hogy megjelent az új lemez. Kettő vagy három médiában szerepelt, ezek közül azt hiszem kettő volt, aki átvette a cikket. Van egy sajtós segítőnk, aki segíti a munkáját a kiadóban is, meg a zenekarnak is, és ugye mindig jött mellé a kérdés, hogy jó, kiadtátok a lemezt, és? Uh-huh. És akkor elsorolt olyan triviális témákat, hogy azt nem szeretném most, tehát hogy és kivel mi történt, tehát ki lett ilyen, ki olyan, kiről milyen kis pletyus lehet oda tűzni. Nem láthattam egyik őtöket sem soha címlapon azzal, hogy ki kivel jött össze, mert gondolom azért voltak kalandok. Ez egy olyan dolog, a legjellemzőbb dolog, ez az, hogy amikor 98-ban, ugye, amikor megszűntünk, úgymond, tehát átmenni, akkor utána Szegeden nyitottam egy tánciskolát, és gondoltam, hogy akkor bemegyek és a rádióba, akkor ezt elmondom, hogy akkor, és fölhívtuk, aki ráadásul még ismerős is volt, és azt mondta, hogy hát igen, hogy tánciskoláról beszéljünk, hát esetleg akkor volt ilyen dolog, hogy ha esetleg kábítószereznél, vagy valami, akkor az úgy érdekes lenne.
vagy esetleg valakit elütnél autó. Tehát, mondta ezt egy vidéki rádió. Ezt mondta, így, akkor igen. Jó, bocs, ilyeneket nem tudok. Tehát ennyi. Igen, az új lemez kapcsán kérdezték meg tőlem, hogy nem akarok-e éppen egy elvonokulerról kijönni. Tehát ne tegyük-e ki úgy a lemezt, hogy hiphopoz újra töltve, és Levi újra magánál van, és most... Újra kiszív. Most hogy végre egy fél éves. És én mondtam, hogy akkor csináljunk drogprevenciót, akkor legyen az, hogy két az újra töltve, és mi meg amellett fogunk állás, hogy miért nem szabad kábítót szerezni, mit okoz, hogy magyarázza a szakember, mi folyik az agyban. Az nem. Csak ha valaki drogos volt és leszokott. De egyszer láttalak, eltört a lábad, és akkor szerepeltél több újságban. Mondok egy példát, láttam egy ilyen egész elképesztő bulvár hírt, hogy egy híresség majdnem összetörte az autóját. Tehát ez volt a hír. És ezt így hosszasan az újságíró ecsetelte, hogy kanyarodott, és majdnem hogy törte össze, szóval azért, na. Egyébként nagyon sokat brainstormingolunk ezen, össze is írtunk egy-két olyat, hogy az én autómban mindig rendetlenség van, például, de senki nem volt vevőre. Azt egyenesen el sem hitték, hogy reggel 4 órakor kelek, mert 6-kor nyitom a boltot, és kenyeret árulok. Tehát ez... Például senki. De aztán miket szedtünk még ilyeneket? Volt egy lényeg az hogy igen, nem megyünk le kutyába. Tehát szórakoztatjuk a közönséget, akit érdekel. Ha garancia lenne az, hogy aranylemez lesz az új album, akkor sem mennétek le kutyába? Nem érdekel az aranylemez. Yeah.
annak, tehát akkor még mindig a picit a múltat és a mai világot hasonlítsuk össze. Nyilván benne voltatok egy csomó kalandban, amíg nem forgott a kamera, azt mondtátok, hogy tudnátok mesélni, meg hallottam én is dolgokat. Ahhoz képest manapság, mi történik egy-egy ilyen vidéki fellépésen? Régen se történt sok minden dolog, tehát tényleg nagy legendák keringítettek. Ezek legendák? Persze, rohantunk egyik helyről a másikra. Hát olyan rohanás volt, igen, hogy... Igen, emlékszem, amikor Ausztriából jöttünk úgy, tehát például voltak ilyen hétvégi turnénk, hogy föléptünk Magyarországon, amikor kimentünk Ausztriába, tehát 700 kilométer felléptünk ott például a Fun Factory-vel, tehát az akkori nagyokkal voltunk az NSYNC-kel, és például egy öltözőbe öltöztünk, tehát ilyenek, meg a Backstreet Boys-val, tehát ezek ilyen a mai embernek szerintem hihetetlenek, hogy tényleg, tehát ilyen baráti viszonyban voltunk, amikor az afterparton oda jöttek és gratuláltak, hogy te milyen jó volt, meg ilyen. Igen. És jöttünk ugye 700 kilométerről vissza, hajnalban 7 órakor hazaértünk, akkor 8 óra egy tusolás és 8 óra 30-kor tévéfelvétel. És aztán a mentünk tovább. Tönkre is ment például az Actionnek a térde. Ja, igen. De senki nem ért róla. Na, az egyik nagyon nagy rohanás volt, mindig nagyon nagy rohanás volt, és mindig a melóra kellett koncentrálni, és amikor végeztünk egy show-val, hullafáradtam, már a következőn járt az agyunk. Mert ezt beszélték, hogy a hip-hop az sok minden rajongót elvisznek, aki csak felkínálja magát. Figyelj, hát én több konkrétan dolog. Az összes lány kollégiumban voltam mindenkivel, tehát ez a szóbeszéd járja, sőt, még fiú kollégium, tehát most mit mondjak? Soha nem éltetek egyetlen egy lehetőséggel sem? Hát azért egyetlen egy elég. Igen, nem azon gondolkoztam, hogy elég rövid a memóriám, tehát nem is tudom, miről beszélgetünk. De egyébként, így a kérdésekre visszatérve, például anno egy szilveszter alkalmával elmentünk 8 helyre fellépni. Tehát megjártunk kb. 800 kilométert, most számolt ki, hogy vajon mire lehet. Ez az úsztatás, tudod, ez az úszik a hajó a Dunán. Csak racionálisan levezettem, hogy ott mire lehet. Jó, hiszem, mindenki lenyugodott? Nem. Vagy nem volt miben lenyugodni? De lenyugodtunk, hát azért voltak bulik, voltak jó bulik, éltünk, fiatalok voltunk. Volt mindenféle. Csak emlékeznünk rá. Csak semmi nem. Semmi. Tudod, de ez egy másik korszak, ez most azért más. Az teljesen evidens volt, hogy amikor visszajöttök, ugyanúgy marad a tánc? Igen. Hogyne. Ez az alapja a csapatnak. Figyelj, ugye volt a kérdésed, hogy mire számítottunk, hogy majd milyen siker lesz. Mi annak idején is megküzdöttünk az embereknek a szeretetére és sikerére, és most is meg kell küzdeni. És semmilyen elvárásunk nincs. Tehát simán lemegyünk a porondról úgy, hogy az emberek azt mondják, olyan, ez már nem olyan. Tehát mi nem azért vagyunk itt, hogy nem mondja senki. Nem fogja azt mondani, csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy mi azért vagyunk itt, mert egyrészt van lehetőségünk, visszahívtak, másrészt meg nagyon szeretjük ezt csinálni. A táncot is? Igen, az egész, mindent, így, ahogy van. Azért kérdeztem ezt, mert, és nem kibeszél, nem a hátuk mögött beszélek, mert gyakorlatilag az egész ország fogja látni, ültek itt nemrégében az Airport, a Rakoncaiék, és megkérdeztem tőlük, hogyha lenne egy VIP visszatérő koncert, akkor táncolnának-e még a színpadon, azt mondták, hogy maximum egy szám erejéig, és hogy nekik az furcsa, hogy egy korábbi csapat, akik táncoltak, és visszatértek, azok ma is táncolnak, mert szerintük ez ciki. És hogy ők úgy képzelnék el, hogy egy zenekarral ültök, és akkor maximum unplugged-ban adnátok elő a régi dolgokat. Ezt a Madonnával is megbeszélnek? Üljenek már, lebeszik meg a Madonnával, vagy a Jacksonnal, Janet Jacksonnal, vagy az Ansel, most a Justin Timberlake-el, aki mégiscsak 25 éves, de 15 évesen kezdte a karrierjét, tehát neki ugyanolyan 4 évet hagyott ki, 5 évet, mint ahogy milyen 6-ot, tehát gyakorlatilag nincs különbség kettő között. Meg tényleg ciki, hogy valaki 33 éves, és még szaltót ugrik, és fejjel pörög, vagy tehát nem tudom, nézd, hogy ez miatt. Mi azt képviseljük, hogy az ember akkor öreg, ha annak gondolja magát. És fölkelsz, megrázod magad, és mindenre képes vagy. Ezt képviseltük 94-ben is, hogy ha törik a szakad, akkor is megcsináljuk. Most is ezt mutatja a csapat, hogy mi mindenre képesek vagyunk, amit elhatározunk. És ez egy fontos üzenet a mai világban. És itt az új naptár. És nem adjuk fel. Nem adom fel, ezt elsütötték. Pedig ez van a következő dal. Bejött volna. Meddig még hip-hop boys? Ameddig jól érezzük magunkat. És ameddig igény van be. Ameddig hívnak, tehát. Figyelj, ez tényleg, hát nézzük meg a Madonnát, meg a Tina Turnert, vagy kit mondjak, ez olyan, mi túlságosan nagy sikert értünk el 96-ban ahhoz, hogy ez azért nem maradjon, tudom, a szomszédnője mindig zöldebb, effektus nélkül. De hát ezzel élünk. Okay. Hát akkor legyen ugyanaz, a szomszédnője mindig zöldebb, mert akkor az azt jelenti, hogy továbbra is sikeres lesz az együttes.
Az iroda már tele van, amíg a nincs kész. Ahova tegyem magamat, hát edobom az anyamat, ahogy legyek kisz, ha a főnököm nyaggat. Kiborul a pili, mert az anyam van a dili, az infarktusom kezd kiújulni. A tudom én a megoldást, kéne nekem egy kis kikapcsolódást. Egy-két napra elmennék, és jobbán dolgot kipróbálnék. Minden gondom elhagynám, csak is ezzel foglalkoznék. Összejönnénk egy néhányan haverokkal és öt lányjal. Nem baj, nem baj. És ott van az a csehó, a haza nem jegyek, nem etemű feszed, az iroda messzire elmehet. Itt jön a dóra, a dárítóra, neki mindegy lehet egy pásztor óra, ha mindenki itt van a kavarkában, és bújt van, gyerünk a fűtőkádban. Most ez a